A válás gyermekekre gyakorolt hatásaival foglalkozik. A Méde a gyermekei című produkciót az Ifjúsági Klubban mutatta be a Budaörsi Színház. Magyar és cigány néptáncokat tanítanak, a tanoda új programjáról az egyik oktatót, Lakatos Saroltát kérdezzük. Átadták a Tiszta Virágos Budaörsért pályázat idei díjait, külön kategóriában értékelték a családi házak környezetét, a lakótelepi előkerteket, illetve az erkélyeket. És német meg magyar katonák közösen végeztek karbantartási munkálatokat a német-magyar katonatemetőben. Wittinkoff Tamás polgármester is találkozott velük. Hétközben, pénteken, jó estét kívánok! Bár az eredeti elképzelések szerint még az előző évad végén, 2024 májusában szerették volna bemutatni a Méde a gyermekei című előadást a Városi Ifjúsági Klubban, Berzsenyi Bellag Ádám rendezésében, ez mégsem sikerült. Közben a darab egyik kulcsszereplője, Páder Petra távozott is a színházból, így Pető Kata vette át a szerepét, de már látható a kamaszoknak szóló előadás, ami a válás gyerekekre gyakorolt hatásaival foglalkozik. Médea és Jászó nagyon szerették egymást, és rengeteg izgalmas kalandba keveredtek ott a hajót, sőt, született két cuki gyerekük is, kicsi Médea és kicsi Jászó. Ám egyik nap úgy döntöttek, hogy elegük volt rengeteg kalamból, békés életet kötni szeretnének, ezért kikötöttek egy Korinthusz nevű szigeten, építettek egy hatalmas házat, és ott éltek nagyon sokáig, nagyon-nagyon boldogan. Mondom, hogy hát a és hogy van? Micsoda? Hogy vagytok? Nem láttad a töltőkábelem? Nála laksz? A laptophoz, az a nagy fekete. Itt van. Mit csinálsz? Jaj, nézzek már be ezek a céges cuccok. Nem már is vagy. Azt kérdeztem, hogy nála laksz? Nem. Akkor? Ennyi volt a mese? Hát ő igazából van még tovább. Akkor de... folytasd tovább, Léci! Egy rendkívül nehéz témát boncolgat Berzsenyi Bellág Ádám, a Budaörsi Latinovics Színház igazgatója az évad első ifjúsági előadásában. A kiskamaszoknak szánt darabban egy család felbomlásának a kezdetét figyelhetjük meg egy 5 éves kisfiú és egy 9 éves nagylány szemszögéből, akik a szobájukba beszűrődő mondatfoszlányokból, szüleik tehetségtelen kompenzálási kísérleteikből és egy estimeséből értik meg, hogy apa elköltözésével egy új élet kezdődik a számukra. Ki az a Patricia? Szívecske, Bea! Mit csinálsz? Add vissza! Mit csináltok? Mi folyik itt? Jászón elhagyta a családját, és az új barátnőjéhez Glaukéhoz költözött. Tulajdonképpen visszanyúltunk egy 70-es évekbeli gyerekdarabhoz. A dolog ott kezdődik, hogy a Susan Osten Per Lysander nevű svéd szerzőpáros és rendezőpáros a klasszikus görög drámát, a Médeát vette alapul ahhoz, hogy készítsen egy gyerekelőadást a válásról. Ugye a Euripidész Médeájában Jászon elhagyja Médeát egy másik nő miatt, és emiatt ezt Médea képtelen feldolgozni, és az őrületében, a haragjában megöli a gyermekeit. Hát nyilván itt erről szó nincs, ez egy gyerekelőadás. De az, hogy két szülő összeveszik, hogy egy férfi otthagyja a feleségét és a családját egy másik nő miatt, ilyen sajnos tapasztalunk, elég gyakran a mai korunkban is, és nagyon sok gyerek átéli azt a szülők válásából származó problémát, traumát. És ezzel a témával szerettünk volna foglalkozni. Na most a 70-es években íródott darab már egy picit megkopott, és kollégámmal és dramaturgommal, Német Nikivel úgy döntöttünk, hogy egy új szövegkönyvet készítünk, ahol az alapjait ennek a 70-es évekbeli darabnak megtartjuk, tehát ugyanez a dramaturgiai ív az itt is megmarad, de a dialógusban sok mindent azért megváltoztatunk. És így született tulajdonképpen egy új szövegkönyv, ami a Méde a gyerekei címet viseli, és itt hát ezzel az említett témával igyekszünk foglalkozni. Jászón! Méde! Szeretlek! Én is téged! Csakodj! A mesében fordulat következett, és ami bátor szüleink, az aranygyapjú hősies elrablói összevesztek! Arra válaszolj nekem! Ne laksz! De hát ezek a céges cuccaim! Megöltem a gyerekeket!
Mennyire szembesít ez a történet, és hát ad-e valamilyen megoldási lehetőséget, vagy valami olyan kapcsot, ami esetleg kivezethet valakit egy olyan konfliktusból, amit akár saját maga is megért? Talán az a legfontosabb célja az előadásnak, hogy egy olyan dologról, ami még egyszer mondom, nagyon-nagyon sokunk életében benne van, és nagyon sok gyerek életében sajnálatos módon benne van, ha nem is közvetlenül, de az osztályban, a családban vagy a baráti körben biztos, hogy van olyan, aki átél ilyen vagy ehhez hasonló helyzeteket, hogy erről lehessen beszélni. Tehát nem szeretnénk egy receptet adni, hiszen lehetetlen volna. Nem szeretnénk azt mondani, hogy van megoldás, és nem szeretnénk azt mondani, hogy senki ne érezze úgy, hogy fáj az, amikor elválnak a szülei, de az nagyon fáj, az nagyon borzalmas a gyerek számára. Azt gondolom minden gyerek számára. De arra van lehetősége a színháznak, hogy megnyissuk ezt a kérdést, és hogy nyíltan lehessen róla beszélni, hogy ne kelljen emiatt szégyenkezni, hogy ne kelljen ezt titkolni, hanem hogy valamilyen módon egy pici csapot meg tudjunk nyitni azért, hogy ez a dialógus létre tudjon jönni. Ezért kapcsolódik az előadáshoz drámafoglalkozás is, tehát a csoportok, akik ezt az előadást látogatják majd, és 12 éves kortól játsszuk, ez nagyon fontos, utána a drámapedagógusunkkal egy egyórás foglalkozásban a darab témáit feldolgozzák, és ott interaktív az a foglalkozás, tehát abszolút van lehetőség körbejárni a témát, megbeszélni, esetleg személyes élményeket megosztani, ha valaki úgy érzi, vagy úgy gondolja, de mindenképpen, hogy ezt a dialógust, ezt a beszélgetést próbáljuk kinyitni, és ezzel foglalkozni. Apa meg én azt beszéltük meg, hogy apa elköltözik. De miért? Azért, mert szóval, van egy barátom. Egy lány, ugye? Igen. Igen, szóval ez a barátom. A Patricia szívecske, a Glauki. És te nála fogsz lakni, mi meg anyával? Magyar és cigány néptáncok tanítása kezdődik a tanodában. Itt van az egyik tanár, az egyik szervező, Lakatos Sarolta, aki eddig a cigány önkormányzat elnöke is volt. Kezdjétsokom, jó estét kívánok! Most ugye még nem volt meg az alakulőrés, nem tudjuk, hogy mi lesz majd a cigány önkormányzattal, de most nem arról beszélünk, hanem a táncoktatásról. Miért találták ki, hogy szükség van ilyen táncoktatásra? Hiszen van Budaörsön, mondjuk néptáncoktatás. Jó estét kívánok! Igen, jogos a kérdés. Azonban úgy gondoltuk, hogy kimondottan cigány néptáncoktatás az nincs Budaörsön, és többen is megkerestek minket, többen is jelezték, hogy mennyire jó lenne egy ilyen dolgot elindítani, és hogy szívesen járnának hozzánk, és annak ellenére, hogy ők nem professzionális táncosok, úgy gondolják, úgy érzik, hogy délutánonként, esténként szívesen töltenének ezzel időt. Nyilván nehéz elmondani, mert most csak beszélünk róla, és nem tudjuk megmutatni, de nagyon más a cigány néptánc, mint a magyar néptánc? A válaszom egyszerre igen és nem. Vannak alaplépések, vannak alapgondolatok, amik megegyeznek, azonban vannak dolgok, amik egészen eltérőek, de aki már néptáncolt valamit, vagy táncolt valamit, annak biztos, hogy könnyebb lesz, de ez nem azt jelenti, hogy aki még sose táncolt, az nem vághatna bele. Itt mire készüljenek azok, akik erre jelentkeznek? Megtanulnak néhány tánclépést, megtanulnak néhány koreográfiát, hogy aztán mondjuk egy buliban ők szabadon táncoljanak, vagy ez egy kötött koreográfia lesz, amit egy adott zenére be tudnak majd mutatni néhányszor? Én azt gondolom, hogy mind a kettőre lehet készülni, és hogy bár igaz, hogy szabad táncot is szeretnénk, hogy legyen, de az nem egy-két hét is, nem egy-két hónap annak az elsajátítása, de a végcél az biztosan az, hogy mindenki önállóan tudjon táncolni. És itt táncról beszélünk, tehát egy férfi és egy nő együtt táncol? A cigánytáncban van társas és nem társas tánc is, és mi azt képzeljük, de hát lehet, hogy tévedünk, hogy hölgyek fognak többen jelentkezni, vagy szinte csak hölgyek, de természetesen férfiak is jelentkezhetnek, fiúk is, és akkor lehet páros táncolni is. Hölgy-hölgyel, nő-nővel, mint páros tánc nem szokott, de csoportban csak hölgyek, csak nők szoktak táncolni. És ez egy folyamatos oktatás lesz? Tehát van egy tematika, ami szerint mondjuk a 15. óra végére eljutnak odáig, hogy? És akkor meg lehet mondani, hogy mik lesznek ők a 15. óra végére? Bizonyos szempontból tematikus, de azt nehéz megmondani, hogy meddig fogunk eljutni. Ez attól is függ, hogy hányan leszünk egy csoportba, és hogy a csoportba jelentkezők mennyire jártasak a néptáncban.
Nekem vannak mondjuk úgy, hogy idősebb ismerőseim, tehát 60 pluszosok, házaspár, akik elhatározták, hogy a kapcsolatukat megvédendő, beiratkoznak egy tánctanfolyamra, és nagyon komolyan jártak, el is végezték, és tényleg tök jó volt, mert nagyon élvezték. De nyilván ez azoknak jó, akik egyébként szeretnek táncolni, akik otthon a fotelben ülnek és nézik a tévét, azoknak ez nem biztos, hogy jó. Vagy mindenkinek jó, mert mindenkit egy kicsikét kimozgat? Én azt gondolom, hogy mozogni és nem csak táncolni bárkinek és mindenkinek jó lehet, és ajánlott is. És hogyha már mozgásról beszélünk, akkor nekem a tánc az azért is tetszik jobban, vagy hogy azért gondolom azt, hogy pozitív lehet, mert nagyon sok sport van, amivel lehet mozogni, de a tánc az nem csak a fizikumunkat mozdítja meg, hanem szerintem a lelkünket is. Ugye úgy kezdtük, hogy lesznek magyar és lesznek cigány néptáncok. Meg lehet mondani, hogy milyen magyar táncokat oktatnak majd, meg milyen cigány táncokat? Nyilván van ezeknek valami elnevezésük, nem? Így van. Mindenek előtt magyarországi cigány táncokat fogunk tanulni, és ahogy a magyar néptáncban is szoktuk esetleg egységekre, tájegységekre bontani, így a cigány néptáncra is ez igaz, és akkor különböző megyékből is esetleg valaminek megye elnevezése van, valamelyiknek egész tájegység, és akkor ezeket fogjuk elsajátítani. És ez igaz mondjuk a cigányokon belül, hogy mondjuk egy kelet-magyarországi cigány nem tudja azokat a táncokat, mint mondjuk egy nyugat-magyarországi? Én azt gondolom, hogy igaz, bár nem úgy, hogy nem tudja, hanem eddig nem látta, nem azt alkalmazta, nem azt táncolja mindennapokban, de aki jártas a táncban, vagy minden nap, vagy a mindennapjaiban is táncol, akkor sokszor elég csak megnézni. Láttam már erre példát. Jó, hát ez nem, aztán nem mindenkire igaz, hogy aztán csak egyszer megnézi, és már rögtön ott van a tudás a lábába. De láttam ilyen példát, hogy az egyik jött innen, a másik jött onnan, és annyira tetszett ez a lépés az egyiknek a másiknak, hogy bevette a saját táncába. A cigány néptáncnál mennyire jellemző az, hogy a cigányok táncolják? Valóban a mindennapok része a tánc, vagy ez inkább ugyanúgy a múlt, mint mondjuk a magyar néptáncoknál is? Ez azért nehéz kérdés, mert szerintem sok cigány család táncol akár a mindennapokban is. Én azt azonban már nem nevezném hagyományos cigánytáncnak, egyáltalán semmilyen cigánytáncnak nem nevezném már, az teljesen átalakult és kiveszett belőle szerintem a szépség, de aztán lehet, hogy ők másképp látják ezt az egészet. Úgyhogy hát hogyha csak egy szóval kéne válaszolnom, akkor nem a válasz, tehát hogy ez már nincs meg a mindennapokban, vagy hogyha meg is van a tánc, akkor az már nem egy szép, hagyományos cigánytánc az, ami megvan a mindennapokban. De az elképzelhető, nem, hogyha egy kislány mondjuk megtanul, vagy akár kisfiú is megtanul mondjuk egy-két néptáncot, és egyébként megnézi a különböző zenei csatornákat és az éppen aktuális dalokat, és ott elles egy-két lépést, akkor a kettőt összehozza, és akkor lesz egy mix. Így van, ennek nem vagyok ellenére, lehet fejlődni, mint ahogy a nyelvet is van, hogy megújítjuk, a táncokat is meg lehet újítani. Azonban inkább ilyen szomorúsággal töltene el, hogyha teljesen kiveszne ez a szépség a táncból. Ez is a cél akkor ezzel az oktatással, nem? Hogy egy kicsikét ápoljuk a hagyományainkat. Részemről elmondhatom, hogy ez is cél, az biztos, valamint hogyha kialakulna egy jó kis közösség, én azt mindig szívesen fogadom, szívesen megyek oda is, töltök velük időt. Eddig van már érdeklődés? Sokan jelentkeztek egyáltalán? Hol kezdték el ezt hirdetni? Azon kívül, hogy mi most itt beszélgetünk róla, a képújságunkban látható a hirdetés, szóval sok helyen tudnak már erről? Mi a legtöbbet a közösségi médiába hirdettük, és azt vettük észre, hogy elég sok emberhez elért, mert most már nem lehet azt mondani, hogy csak a fiatalok Facebookoznak, vagy bármi ilyesmi, hanem szerintem ez most már kortól is nem túl függetlenül is elérhet egy bizonyos célcsoportot, és igen, jelentkeztek rá, azonban még mindig várjuk az embereket, és mindenkit csak bíztatni tudok, hogy jöjjön és próbálja ki. Egy-egy ilyen felhívása, jók lehetnek ezek a nagy rendezvények, mondjuk a Budaörs Fesztivál, vagy az Ides és Budaörs napja. Ha ott valakik táncolnak, akkor lehet, hogy valaki esetleg kedvet kap. Vagy hogyha azt látja, hogy hú, ezek nagyon tudják, én erre biztos nem vagyok képes, na akkor a közelében nem megy egy ilyen táncoktatásnak. Én azt gondolom, hogy ahogy a Budaörsi nyitott kórusról is volt már itt szó, és egyre többen ismerik a városban, ez igaz lehet a táncra is, hogy a kórusba se olyanok járnak, akik tökéletesen tudnak énekelni, nem csak olyanok járnak, és sokan kottát se tudnak olvasni, azonban egy olyan közösség és olyan szellem alakult ki, ami szerintem szimpatikus lehet sok embernek, és a táncról is ezt tudom elmondani, hogy
Ha semmiben nem kezdenénk bele, és ha mindent feladnánk, akkor elég szomorú életünk lenne. Az első oktatás a szeptember 30-án lesz, és aztán hetente egyszer? Egyelőre úgy gondoljuk, hogy hetente egyszer, aztán lehet, hogy ez a későbbiekben változni fog, és két csoportot szeretnénk létrehozni, egyet a kisebbeknek, egyet pedig a nagyobbaknak. Vagyis a felnőttek külön csoportban táncolnak majd. Így van, a felnőttek külön csapatba táncolnak, de nem csak azt, amit most majd felnőttnek, aki 18 pluszos, hanem aki már gimnazista, vagy 14-15 éves elmúlt. Ő akkor már felnőttek közé kerül. És akkor férfiak is, nők is, fiúk is és lányok is jelentkezhetnek. Így van, mindenkit várunk sok szeretettel, kortól és nemtől függetlenül. Az oktatás helyszíne az a tanoda lesz, ugye a Farkaséti út 6 perában, és aki jelentkezni szeretne, nyilván előre azért kell regisztrálni vagy jelezni, hogy ő el akar menni. Azt hol tegye meg? Lehet Facebookon kommentelni, üzenetet írni, és a tanoda is a legtöbb esetben nyitva áll az érdeklődők előtt, és csak simán be lehet csöngetni, be lehet kopogni, és lehet jelezni, hogy én szívesen jövök. A tanoda elérhetősége pedig ott van a Facebookon, tehát rá lehet könnyen keresni, hogy Budaörsi tanoda, igaz? Igen, így van. Oké, de azért én mondom még egyszer, Farkaséti út 6 perá, ez a hivatalos címe a tanodának. Köszönöm szépen a beszélgetést, ajánljuk mindenkinek az oktatást. Én köszönöm, viszlát. Átadták a Tiszta Virágos Budaörsért pályázat idei díjait. A város tisztasága, a környezet szépítése és egészségesebbé tétele érdekében idén is külön kategóriában díjazták a családi házak környezetét, a lakótelepi előkerteket, illetve a társasházak közterületi kiültetéseit, aztán a balkonokat, erkélyeket és a cégek zöldítéseit. A jelentkezők június 30-áig adhatták be pályázatukat. A nyár folyamán egy szakértőkből álló zsűri végiglátogatta a kisebb-nagyobb kerteket, zöld felületeket, de nem egy előre meghirdetett időpontban. Így nem lehetett tudni, hogy mikor nézik meg a kerteket. Magánterületre persze nem kellett bejutniuk, hiszen a pályázatban előírás volt, hogy az utcáról jól látható zöld felületekkel lehet csak pályázni. A nyertesek nem csak az önkormányzattól, hanem különböző felajánlóktól is díjakat vehettek át a Városházán tartott eredményhirdetésen. Segítségkel tudok. Csabi! Magyar és német katonák nyugszanak a 2002-ben Budaörs határában felavatott békeparkban, amit hagyományosan német és magyar katonák közösen gondoznak. A munkák megkezdése előtt találkozott velük Wittinkoff Tamás polgármester is. Úgy gondoltuk, hogy azokat az áldozatokat, amelyek egy őrült háborúnak az áldozatai bármelyik oldalon is harcoltak, azokat méltó helyre kell elhelyezni. Így jött létre ez a katonai temető a város határában, ami az ország legnagyobb katonai temetője. A békepark alapításáról, a város történelméről, valamint a német hadisírgondozó népi szövetséggel kialakított együttműködésről is beszélt Wittinkoff Tamás budaörsi polgármester városházi köszöntőjében a német-magyar temető karbantartására érkező katonai küldöttség tagjai előtt. Az üzenete az meg a mának szól, és talán az a legfontosabb üzenete, hogy hová vezet az, amikor valahol őrült eszméket dédelgető diktátorok gyilkos gondolatok mentén háborút robbantanak ki. És ugye erről beszéltem itt a katonáknak is, teljesen véletlenül egyszer találtam egy idézetet Jean-Claude Junckertől, aki azt mondta, hogy ha valaki elkezd bizonytalanodni az Európai Unió fontosságában, most nem pontosan fogom idézni, vagy annak a jelentőség, az menjen ki egy katona temetőbe, és akkor meg fogja érteni, hogy hová vezet az, amikor európai népei egymással szembeszegülve és nem együttműködve próbálják a jövőjüket alakítani. A köszöntőt követően a különítmény elindult a temetőbe, ahol meg is kezdték a munkát. A német-magyar katonatemetőt Budaörsön 2002. októberében nyitották meg a látogatók előtt, és azóta gyakorlatilag az éves katonai karbantartása a magyar és a német katonák részvételével, mint egy 2-3 hét időtartamban, azóta folyamatos. Egyetlen egy év a 2020-asban nem volt, amikor a pandémia miatt elmaradt itt a
csoportos fellépés. Elsősorban azt szimbolizálja, hogy a temető német-magyar katona temető, tehát a gondozását is ez a két nemzet, illetve a két nemzet katonái vállalják szimbolikusan. Másrészt pedig az a tevékenységet, amit a katonák közösen végeznek, az egyfajta érzékenyítés, egyfajta bajtársiasság kiterjedése, kiterjesztése a magyarok, németek között. Mit lehet tudni a most dolgozó csoportokról? Ami mind a két csoportban azonos, hogy önként szabad akaratukból, szabadságuk terhére jöttek el a temetőbe dolgozni, mind a németek, mind a magyarok. A német katonák, az a Bundeswehr, Német Szövetség, a Haderő 171. logisztikai zászlójának a katonái, Burg településből, ez egy szervezett alakulatnak egy része, míg a magyarok azok 3-4 területvédelmi ezred katonáiból tevődnek össze, ott hirdették meg ennek a munkának a lehetőségét, és onnan válogatták ki a szervezők, hogy kik jöhetnek, vagy kik jöjjönek ide tevékenységet végezni. A 10 fős magyar önkéntes különítmény tagjai Szolnokról, Szegedről, Budapestről, Nyíregyházáról és Gödöllőről érkeztek. Bíró Árpád közkatona, a gödöllői Vitéz Rebicki László első területvédelmi ezred tartalékos katonájaként vállalkozott a nemes feladatra. 2023 tavasz óta teljesítek tartalékos katonai szolgálatot, és most először veszek részt itt Budaörsön a német-magyar katonai temető éves hadisír gondozásán. Miért fontos ez a munka? Azért tartom fontosnak, hogy minden évben megtörténjen a hadisír gondozás, mert a katonai hagyományok és hősök emlékezetének ápolása az az életünk részét kell, hogy képezze. Milyen feladatot adtak most, mik azok a munkák, amiket jelen pillanatban el kell végezni? Éppen a parkos résznek a karbantartását folytatják a kollégák, a gajak eltávolítása, később pedig a több mint 2000 kőkeresztnek a karbantartása fog végbe menni, a lekopott betűket fogják újrafesteni, és a szennyeződéseket, amelyek az idők során ugye rárakódnak a sírkövekre, azokat fogják letakarítani. Mivel a munkához speciális festékre volt szükség, ezért először a karbantartást vezető tiszt mutatta be a különítmény tagjainak azt, hogy hogyan kell a keresztek feliratait újrafesteni. Vigyázni, hogy ne menjen mellé, mert ugye nagyon finomak ezek a betűk. Utána még egy nagyon enyhén, nedves rongyal kitörölgetjük azokat a részeket, ahol még ott maradt a festék. Ez a temető, az említettem már a 2002-es megnyitását, akkor a területet is úgy választották ki, meg úgy rendezték be a temetőnek a struktúráját, hogy a még meg nem talált, tehát feltételezhetően elhunyt vagy eltűnt katonáknak a felelése esetén is legyen nekik itt helyük. És gyakorlatilag mind a mai napig évente 50-120 létszámban kerülnek elő olyan személyek, akik részben tudatos keresés, kutatás révén, részben pedig felfedezés útján kerülnek exhumálásra. Az említett katonák újratemetésére október 18-án kerül majd sor a Békepark területén katonai tiszteletadás mellett. Hétközben ez volt a TV2040 Budaörsi magazinja pénteken este. Most következik a Terefere Békirány Györgyivel, maradjanak velünk, én azonban már elköszönök, kellemes hétvégét kívánok, kellemes őszi időt ígérnek, mozduljanak ki, ha tehetik. Viszontlátásra!